Már hosszú évek óta van lehetőség arra, hogy a dolgozni kívánó diákok valamelyik helyi önkormányzatnál helyezkedjenek el nyári munkára. Idén Tolnaváros önkormányzata 10-12 diákot alkalmaz 6 órás munkaviszonyban. Ezerné Huber Éva, a városi jegyzője szerint ez jó lehetőség a zseppénz megkeresésére, és előszobája lehet ez a nagybetűs életnek, hogyha eljön az idő, ne legyen nekik idegen a munka és a munkarend fogalma. Vannak visszatérő diákaink is, de vannak újak is, vannak középiskolások, egyetemisták is, úgyhogy le lehet válogatni, és örömmel látjuk, hogy a diákok szeretnének dolgozni. Szorgalmasak, ügyesek, értelmesek, úgyhogy öröm velük együtt dolgozni. A munkaügyi központban kell először a diákoknak beregisztrálni, azután megkereshetik az adott önkormányzatot, és jelentkezhetnek a munkára. Ezerné Huber Éva kiemelte, hogy nem csak középiskolás diákokat tudnak foglalkoztatni, az egyetemre és főiskolára járók is jelentkezhetnek. Forrai Csenge már 5. éve visszatérő diák munkás a Tolnai önkormányzatnál. Azt mondja, nagyon jól érzi itt magát. 16 nyár óta jövök vissza minden évben. Úgy gondoltam, hogy kell egy kicsit a pénz, úgyhogy szeretettel vártak vissza, úgyhogy ez is nagyon sokat segített, és motivált engem abba, hogy dolgozzak. Csenge nyilvántartásokat vezet, és mindenben segít a főállásban ott dolgozóknak, amiben csak kérik. Egyik célja a jogosítvány megszerzése volt, amit a nyári munkáért kapott fizetéséből tudott finanszírozni. Nem csak a tolnai, a bátaszéki önkormányzat is élt ezzel a lehetőséggel. Közel áll hozzám, mert lehet későbbiekben erre a pályára lépek, és szeretem a gyerekeket. Mondja Zeyer Lilla, aki bátaszéken dolgozik diákmunkásként a polgármesteri hivatalban, és gyermekfelügyeletet lát el. A város több intézményében is dolgoznak középiskolások. 18 fiatal jelentkezett július hónapra, akik a diákmunka keretében a városunk életének több területén fognak dolgozni. Itt a városházán, gondozási központban, óvodában, illetve városüzemeltetési feladatokat fognak ellátni. Bátaszéken és Tolnán augusztusban is folytatódik az önkormányzati diákmunkaprogram.